Nézzünk egy ebbászlövést fölé. De ahogy végignézte Vlaszák, ámban arra is lehetett volna következtetni, hogy ez közelebb lesz a kapuhoz. Nézzük, csak ott áll és kinézi a felső sarokból Abbász labdáját. 22. perc. Nem lett ebből lövés, de így is sikerül még előni a labdát, nem volt bent, de bent volt, vezet a Honvéd, az asszisztes visszafelé fut. Vlaszák mire meglátta és kirúgta volna már, a vonalon túl került a labda. Abbász a gólszerző. 6-2 István próbálja távol tartani a reklamálókat, de olyan sokan nincsenek, úgyhogy véletlenül ez egy jó döntés. Itt van Danilo lecsorgó labdája, és bent van. Igen, ez tisztán bent van. Teljesen szabályos a gól. Danilo kapáslövése, a végén gólpassz lett. Megint ott sűrűsödnek a játékosok az ötös környékén. Ez lövőhelyzet, Szalai, és hozzáérnek, óriási kemenes védés. Erővel belőtte a kapu elé Szalai, hát ha lesz belőle valami, hát lett. És amíg megnézzük a visszajátszást, jön a szöglet, és egy fejes megint, ezt már nem sikerült irányítani rendesen. Szadzsó. Megint bekanyarítja, elcsúszott egy zetevédő, a másik oldalon Abbász várja, hogy lekészítsék neki, Danilo egyedül próbálta, de végén csak Abbászig jut a labda. Ballal húzza középre, szép mozdulat, Vlaszák! Ruhani húzza kapura a labdát. Koiráig megy ki a labda. Ruhani nem volt lesen, át is tudja venni úgy, ahogy, és ez nagyon könnyen lehet, hogy piros lap lesz Szalainál, így is van. Itt le tudta venni, és bizony fogja a mezét Ruhaninak. Hajdú. Szadzsó néz be középre, egy kapás lehetőség, lecsorog a labda, nem volt les. Egy pillanatra megálltak az zalaegerszegiek, nem tudták elképzelni, hogy előfordulhat, hogy ott szabályos körülmények között tűnt föl Abbász, de Vlaszák bravúrja nagyon kellett, hogy meccsben maradjon az zalaegerszeg. E pillanatban letelik, 3 perces ráadás, és vége is a mérkőzésnek.